mindenki, akinek van kedve, lentről is még csatlakozni hozzá, nyugodtan, nyugodtan vette. Ha nem éred el a vállát, fogd meg a derekát, jó? Oké. Okay. Lakását a szúm sosem veszük, hanem azt egy fából kieszik. Üdesen kihordja a közfalat, és amit kirág, az jó falat. Amíg zabál a háza nő, szűk szúnyukában szú a nő. Kinek olyanok a lényei, hogy nőjenek igényei. Felkelik a szúnyó, rámulik a szú a fá. Egyre nő a szobaszám, rámulik a szú a fá. Neki az élet így vidám, rámulik a szú a fá. Kissé öregecske, a fák iránta lassan üregesre, korhadéka egyszer összeröl, és a szűk családban új fakör, viszont elágós feladat, a sok szú gyereknek megmarad, de bennük is az éjség nagyfokú, ezért nincsen lusta szú. Problémám van. És pedig mi az? Hát az a baj, hogyha ezek a bogarak bemennek a fa belsejébe, és kirágják a fa belsejét, ezek a fák ugye összedőlnek. Hát egy kicsikét összedőlnek, igen. Hát és akkor mi lesz így a természettel? Jó kérdés, de mit ahogy elgondolom, szerintem lehet egy jó gondolatot. Például az, hogy ültessünk új fákat. Hát ízli. Nem gondoltam. Rágódik a szó a fá. Egyre nő a szobaszám, rágódik a szó a fán, neki az élet így vidám. Rágódik a szó a fán, egyre nő a szobaszám, rágódik a szó a fán, neki az élet így vidám.